Az Alba Aréna környékére több mint 200 fát telepítettek, és a kivitelező úgy döntött, megduplázza ezt a számot. Így ugyanennyi fával növekszik a város állományának száma a felajánlásnak köszönhetően. Ezeknek a fáknak a nagy része a Béla útra és a Sírkertbe kerül, de jut belőlük a Burgundy város részbe is. A marketépítő elhivatott a fenntarthatóság jegyében, és így céljául tűzte ki, hogy minden projekten az ültetett fák darabszámát megduplázza, ez saját költségén önkéntes alapon vállalja. A városrész önkormányzati képviselője a faültetés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy maga a temető és annak környezete is olyan zöld terület, amelyre nagy szükség van a városban. A Székesfehérvárnak egy gyönyörű zöld területe. A temető első igazgatója kertészmérnök volt, és mostanra beérett az ő munkája, hiszen egy gyönyörűen kialakított, gyakorlatilag egy sírkert, amit a városgondnokság gyönyörűen gondoz. Nagyon sokan járnak egyébként a környékre sétálni, és akár még a temetőben is tesznek egy kört. Székesfehérváron ezekben a hetekben összesen 700 fát ültetnek. Zajlik a fatelepítés a palotavárosi tavak környezetében az Újcsúri úton, de a városgondnok arról is beszámolt, igyekeznek a belvárosba is minél többet ültetni. A fa az egy élőlény, tehát amikor ott eléri a fa az életritmusának a végét, akkor és a városban van, akkor azt ki kell vágni, nem várhatjuk meg, hogy ezek kidőljenek. Tehát amikor van egy tudatos fa sorcsere programunk, tehát amikor a fák már megöregednek, már balesetveszélyessé válnak, azokat ki kell vágni, és most jól láthatja mindenki, hogy ezért ültetünk, ahova lehet, oda ültetünk is a helyére. A városgondnokság szakemberei olyan fajtánkat ültetnek, amelyek jól bírják a városi körülményeket.